Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban azt szeretném bemutatni nektek, hogyan használjuk a Quizizz alkalmazást tantermi vagy online oktatásban versenyhelyzetek megteremtésére. Miután beregisztráltatok a Quizizz oldalra és be is léptetek a felületre, akkor ezt az oldalt látjátok. Ha új quiz szeretnétek készíteni, a Create gombra kell kattintani. Én már elkészítettem egy quizt, most a feladatunkhoz. Ez az 5. osztályosok számára készült János Kritész quiz volt. Amint látjátok, 13 kérdést tartalmaz a quiz sorozat. Különböző képeket is csatoltam hozzá, hogy legyen minél érdekesebb, izgalmasabb és a gyerekek számára is vonzó. A kérdéseknél több választásos quiz lehetőséget adtam meg, illetve volt olyan feladat, ami nyíltvégű feladat volt, tehát egy számmal kellett válaszolni. Amint látjátok, az elkészült quizünknek a felső paneljában pontosan azt is lehet látni, mikor készítettük ezt a quizt. Ha másoktól importálunk egy feladatlapot, akkor a szívecskével ki tudjuk fejezni, hogy tetszett nekünk. El tudjuk menteni a quizünket, meg tudjuk osztani, és később bármikor tudjuk szerkeszteni. Ha szükségünk van rá, akkor tudunk egy másolatot is készíteni belőle, amiben esetleg változtatásokat tudunk végrehajtani, illetve a print funkcióra kattintva egy nyomtatható feladatlapot is készíthetünk. Itt nagyon sok mindent lehet változtatni a quizen, például a betűméretet, lehet összekevertetni a válaszokat, a megoldó kulcsot azért érdemes lenne a végéről kikattintani, illetve a kérdésnek a betűméretét is tudjuk változtatni. A második oszlopban szintén lehetőségünk van összekevertetni a kérdéseket, aztán, hogyha akarjuk, akkor eltüntetjük a bejelölő négyzeteket, illetve a válasz lehetőségeket is el tudjuk tüntetni, és akkor nyílt végű kérdéseket tudunk belőle készíteni. Hogyha ezzel készen vagyunk, akkor tulajdonképpen már minden alapbeállításunk megvan ahhoz, hogy ebből a quizből mi egy játékot csináljunk. Semmi más dolgunk nincs, mint rá kell kattintanunk a Start gombra, és akkor felad nekünk egy ilyen oldalt, amit itt láttok. Három lehetőségből választhatok. Az első, készíthetünk egy tesztet, egy gyakorlást otthonra a gyerekeknek házi feladatnak. A második lehetőség az, amikor a gyerekek egyedül játsszák végig ezt a játékot. Ez nagyon jó lehetőség például a gyakorlásra. Ez szintén lehet tantermi környezetben és online oktatásban egyaránt használni. Amire nekünk most szükségünk lesz, az a team üzemmód. Ha erre rákattintunk, akkor azt látjuk, hogy ki tudjuk választani, hogy hány csapat játszon egyszerre. Itt most egy kicsit nehezebb dolgunk van, mert a gyerekek nincsenek jelen egy közös térben, hanem otthon vannak a számítógépeik előtt, de ennek a programnak az is a nagy előnye, hogyha mondjuk kiválasztok három csapatot, akkor azokat a gyerekeket, akik bejelentkeznek a játékra, a gép véletlenszerűen három csapatra fogja osztani, és bizony minden csapattagnak az egyéni eredménye adja majd a csoport eredményét, tehát az online oktatásban ezt remekül ki lehet használni. Ha ezt a funkciót bekattintjuk itt, a Name Factory, akkor tulajdonképpen a gép generál mókás neveket a csapatoknak. Be tudjuk állítani azt is, hogy mutassa a hátralevő időt a különböző válaszokra, illetve össze tudjuk kevetetni a kérdéseket és a válasz lehetőségeket is. Erre azt hiszem, hogy nincsen szükségünk akkor, hogyha online oktatásban használjuk, mert mindenki teljesen szeparáltan tölti ki a kérdőívet. Ez a funkció nagyon érdekes, ez az utolsó előtti, ugyanis a rossz válaszokat újra felkínálja a gyerekeknek, és ezzel talán hibákat tudnak még javítani, illetve mémeket is tudunk tulajdonképpen kiválasztani, hogy a gyerekeknek még élvezetesebbé tegyük ezt a játékot. Ha rámegyünk a Continue gombra, akkor azt látjátok, hogy felajánlja már is, hogy a mi quizünknek
milyen kódot generált a gép. A gyerekek, amikor felmennek a joinmyquizzes.com oldalra, akkor ezt a kódot tudják begépelni, és már is kezdődhet a játék. Most a gyerekek csapatban játszanak, a csapatok különböző számmal képviselhetik magukat, mert most ez egy kis csoportos nyelvoktatás, és lehet látni, hogy hogyan haladnak előre. Van olyan csapat, ahol még gondolkodnak a kérdéseken, és remélhetőleg, hogy nagyon ügyesen meg fogják tudni oldani a feladatokat. Ugye itt három csapatban három helyezés lesz elérni, tehát a végén mindenki valamilyen győzelmet fog learatni. A csapatok már végén tudták egyénileg is ezeket a feladatokat, és most ezt a tudást összeadják a csoport teljesítményben. Végeztünk a játékkal. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megmozgassuk a gyerekeket, mind tantermi környezetben, mind online oktatás keretében. A gyerekek visszajelzései nagyon pozitívak voltak, nagyon szerették ezt a játékot. Nagyon sok információt le tudunk szűrni belőle utólag is, a feladattípusokról, a válaszokról, a gyerekeknek a csapatban nyújtott teljesítményéről. És amikor újra lehetőségünk lesz a gyerekekkel együtt a tanteremben lenni, akkor élőben is. Jó játszást kívánok mindenkinek!